Fogadjuk nagy szeretettel Puzsér Robertet. Nagyon, nagyon köszönjük, hogy eljött. Két dolgot mondanék Robiról. Az egyik az az, hogy amikor megbeszéltem Csaba testvérrel, hogy el fog jönni, én úgy hirtelen, néha vannak ilyen negatív gondolatok, így elképzeltem, hogy most volt Csaba testvérnek ez a botránya, majd lehet ez a balhé, majd lehet, hogy erről is fogunk beszélni, és mi lesz, hogyha itt majd így valaki így betámad, és majd elkezdi tüvöltözni, úgy tudom, és akkor így, ki fog minket megvédeni, és arra gondoltam, hogy itt lenne a Puzsér, ő aztán meg tudna minket védeni. Mert ő nagyon megvédte Csaba testvért egy cikkben, és akkor tényleg, amilyen hülye vagyok, azonnal felhívtam a Robit, hogy nemrég volt haver vagyon, és hogy volna kedve eljönni. Egyébként Csaba testvér meg tudja védeni magát, de hogy attól még nekem jött egy ilyen gondolatom. És azt külön nagyon szépen köszönjük, hogy Robi azonnal igen mondott. Pedig azt mondta a kollégája, aki intézi a fellépését, hogy idén ez már nem fog menni, de azonnal igen mondott. És miután igen mondott, múlt héten posztolt egy ilyen kis felsorolást azokról az emberekről, akiket ő nagyon sokra tart, akik ilyen pozitív emberek, pozitív emberei ennek a mai kornak, és Böjte Csaba is benne volt. És ezt szeretném kérdezni Robitól, hogy miért is? Hát először is barátkoztatnom kell magamat azzal a gondolattal, hogy az értelmiségnek az őrzővédő cégét üzemeltetem. És hogy engem hívnak akkor, amikor le kell pofozni valakit a szó átvitt értelmében, és akkor én, mint egy önkéntes biztonsági őr, föl alá járkálok a kulturális térben, hogy pofoszkodjak, és akkor nekem így beajánlanak különböző célpontokat, hogy na ő a veszélyes, ő rá kell. Hogy őt kell megvédeni, és akkor tulajdonképpen biztosítanom kell. És akkor futok egy autó mellett, ami természetesen golyóálló, de ettől független a testőröknek ott kell futniuk az autó mellett. Nyilvánvaló, hogy ez az ember egy legenda. Ez egy kurzusok feletti tudás. És az, aki lerántja a kurzusok mocskába, az megrabolja ezt a tudást. Gyermekek befogadója, nevelője, védelmezője. Ennek a dolognak fölötte kell állnia a politikán. Fölötte kéne állnia a politikán. Ezek ilyen nagyobb volumenű dolgok, nagyobb volumenű tudás. És ezért én úgy gondolom, bár addig örülök, amíg nem kell pofoszkodnom ennek védelmében, de mégiscsak úgy gondolom, hogy ez az ember egy nemzeti kincs. És ezért aztán ez nyilván ilyen körülmények között nem lehet egy ilyen felkérésre nemet mondani, úgyhogy nem is tettem. Köszönjük. Van még egy kérdés, amit én mindig elég sokszor felszoktam tenni, és azt mind a hármat, ez egy nagyon egyszerű, meg banális kérdés, de szerintem az élet egyik nagy-nagy kérdése, hogy amit nagyon nehéz is föltenni, de megpróbálom, hogy ugye hisztek Istenben, és Robinak amúgy van egy borzasztó érdekes ilyen vitaműsora arról, hogy vita Isten létezéséről, azt ajánlom mindenkinek. De Csaba testért is meg szoktam kérdezni arról, hogy honnan tudjuk, hogy Isten biztosan létezik-e? Hát, ugye én is mindenfélit hallottam szüleimtől, nagyszüleimtől. Nekem amúgy 5 éves koromban meghalt édesapám. Verseket írt, és hát ugye 56 után nem jó volt jó párbeszédet kezdeni a társadalommal. Na, ő elkövette ezt a hibát, hogy leírta a véleményét, kapott 7 évet. Abban az időben ugye hát Romániában a versellemzést, azt a Securitate végezte.
Na és 4,5 évet leült belőle, aztán ugye amnestia lett, és a Sztalin halálakor kiengedték, és hát nem sokára meg is halt. Hát ott a börtönben azért sok minden keresztül ment. Na és ugye én gyakran gyerekként kimentem apám sírjához, mindenkinek volt apja, nekem nem volt, és próbáltam megbeszélni, mint apa fiával a dolgokat. De nagyon hamar rájöttem arra, hogy hát apám meghalt, de van egy másik apám, a mennyei, akivel ugyanúgy jól meg lehet vitatni a dolgokat. Gyerekként, hát így visszagondolva, imádkoztam. És ahogy nőttem, egyszer a Csíksomjói templomban voltam, és akkor szinte határozottan, még most is hallom a fülemmel, mintha megkérdezte volna valaki, hogy de fiam, te tudod, hogy tőlem kaptad a hallás készségét. Teremtőd, én ajándékoztam neked. Hiszed, hogy én is hallom, amit te mondasz? És éreztem erre igennel, vagy nemmel kell válaszolni. Én igennel válaszoltam. És utána, mintha még egyszer megkérdezték volna, de hiszed, hogy tőlem kaptad a beszéd készségét? Hiszed, hogy én is tudok szólni hozzád? És lelkem mélyén éreztem, hogy erre is igennel vagy nemmel kell válaszolni, és én igennel válaszoltam. És akkor, mint hogyha valaki mondta volna neked, akkor beszélgessünk. Most én nem akarom ezt a történetet, nem tudom mivel felé öltöztetni, de én azóta úgy gondolom, hogy akkor még gyerek voltam, de most, mint felnőtt is, hogy a lelkiismeretünk az a fórum, ahol az ég a földdel összeér. Tehát biztos, hogy akár Robert, vagy bárki, mielőtt valami döntést hozna, például, hogy hova rakja a pecsétet egy választáskor, akkor az a jó, hogyha ő a lelkiismeretére figyel, nem? Erre is biztatunk mindenkit. Vagy például, hogyha nálunk is valamelyik gyerek valami disznóságot követel, akkor azt mondom, na menj be a szobádba, ülj le, és gondolkozz el, hogy hogy is kellene ezt helyrehozni, rendbehozni. És sokszor döbbenetes, hogy a gyerekek milyen bölcs megoldásokat hoznak. Én úgy gondolom, nem az a 6-10 éves gyerek hozza a megoldást, hanem ott bent a lelkiismeret által valaki megmutatta jó megoldást. Tehát én hiszem, hogy igenis van egy fórum az emberben, ahol az ég a földdel összeér, ahol a természetes és a természet fölötti világ találkozik. Ez a belső várkastély, ahogy Nagy Szent Teréz mondja, vagy ez a belső szentélyünk, ahol az élő Istennel tudunk találkozni. Én mindenkit arra biztatok, hogy ne higgyen nekem, hanem csendesedjen el, sétáljon egyet valamelyre, üljön le, dőljön hátra, ahogy neki kényelmesebb, üljön be egy templomba, vegyen a kezébe egy szentírás, vagy egyszerűen csak hallgassa a madarak csiripelését, és próbáljon befelé fordulni. Azt hiszem, a mai embernek az a problémája, hogy mindig kint rohangál. De ha elcsendesedik, gyönyörű szép vidékre fog érni. És én azt gondolom, hogy nem fogja senki úgy érezni, hogy egy lakatlan szigeten van, hanem egy lakott föld. Isten által belakott vidék az ember. Robi, ezt tőled is kérdeznék. Az volt a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy van-e Isten. Nem tudjuk. Hisszük, vagy nem hisszük. Pont ez a lényeg. Ez nem tudás. Ez nem matek. Ez nem egy képlet, ami aztán végül kiadja az eredményt, és abból kijön az, hogy biztosan. Mert ha ez így lenne, akkor a hitnek nem is lenne igazából értéke. Én mégis úgy gondolom, hogy van egy másik megközelítés is. És nem gondolom, hogy egyébként mi itt különböző tárgyról tennénk tanúságot. Inkább azt gondolom, hogy különböző nézőpontból nézzük ugyanazt. Amit én vallok, az nem a hiten keresztül vezet az az út, hanem van egy másik megközelítés is.
Ez az átvilágítás, a misztikus tudás általi megértés és birtokba vétel. Átvilágítás, ez az illumináció. Ez a fogalom, hogy illumináti, ez a ugye a szabadkőművesekre, vagy szabadkőműves páholyra vonatkozik, de hogy ez az átvilágítás valójában az egy misztikus tudásra való ráébredés, a fénnyel, az isteni fénnyel való átvilágítás és megértés, a végső abstrakció valósága. Annak a végső abstrakciónak a valósága, amelyben minden, ami van, az egylényegű, mert a létében őrzi és hordozza a lelkét, a sajátosságaiban, amiben különbözik, abban már nem isteni, hanem abban már leválik az egységről, az összefüggőről, ami maga a létezés háló, és a megvalósulásában, annak a sajátosságaiban már a szelleme bontakozik ki, és tulajdonképpen a teste, ami az anyaga, az már csak ennek a tapintható, megragadható, mérhető része. A lét a dolgok lelke, a jellemző a dolgok szelleme, és az anyag meg a dolgok teste, és így képződik át. Én ezért úgy gondolom, hogy a kereszténység megkülönböztethető a krisztusi mi volt valóságától. Tehát mást jelent kereszténynek lenni, és mást jelent a fény által átvilágítottnak lenni, kvázi a krisztusinak lenni. A keresztény az ugye azt jelenti, hogy a Jézus Krisztus az ő drága vérével már megfizetett a mi bűneinkért, ezért nekünk nincs más dolgunk, mint személyes megváltónknak megvallani őt, és ezáltal mi az ő kegyelméből üdvözülünk. És teljes üdvösséget nyerünk, mert ő teljesen megfizette az árát a bűneinknek. A krisztusi alapú megközelítés pedig az, hogy annyi üdvöd van, amennyi részt a lelkedből arannyá formáltál, mint az alkímiában. Az alkímia nyilvánvalóan az aranycsinálást jelenti a kémiai síkon, de a spirituális lelki síkon ez a sorsnak az üdvé lényegítését jelenti. Ennek az alkímiai megközelítésnek a szellemében annyi üdvöd van, amennyit a szívedből a Krisztus szívévé formáltál. Ha 60%-ot formáltál a szívedből a Krisztus szívévé, akkor 60%-nyi aranyat nyersz, 60%-nyi üdvöt nyersz. Ha 80%-nyit, akkor 80%-nyi üdvöt nyersz. És a 100% az természetesen el nem érhető, de ez nem mentség senkinek, mert végtelenül megközelíthető. Ja, szentek, azok attól szentek, nem attól szentek, hogy ők hittek, megvallották megváltójuknak a Jézus Krisztust, és ezáltal üdvözültek, hanem azáltal szentek, hogy a lényükből egy szabad szemmel messziről, évszázadok távlatából is jól látható részt a Krisztus szívévé formáltak. És ezáltal nyertek üdvöt. És én azt gondolom, hogy ez a másik megközelítés, amelyben az ember nem keresztényiként a hit által üdvözül, hanem krisztusi mi voltában, illetve mértékében az átlényegülés által, az alkímia művelete által üdvözül. Lehet, hogy az emberiséget ez az új megközelítés mentheti meg. Ugye nagyon izgalmas, a gonosz lélek Jézus a Szentírás szerint felviszi a templom ormára. És mondta, dobd le magadot, az angyalok a tenyerükön hordoznak, mindenki elájul, meg van váltva a világ. És tudni kell, hogy a zsidók mai napig úgy gondolják, hogy a jeruzsálemi templomba fog eljönni a megváltó. Ott várják. Tehát igazából a gonosz lélek azt mondja, hogy teljesítsd be a proféciát. És döbbenetes, mert Jézus erre azt mondja, távozz tőlem, sátán. Az ember meggondolkozik, hogy de ilyen magas labdát nem lecsapni, nem?
Hát ha nem ez a megváltás, vagy nem ettől leszünk megváltva, akkor mitől? És hogy teljesen hajazik az a gondolat, amit én akarok mondani a Robiéval. Az Úr összeszedi a 72 tanítványt, meg a 12 apostolt, és felkészíti, elmondja, aranyat, ezüstöt ne vigyetek magatokkal, menjetek. Vigasztaljátok a szomorúakat, gyógyítsátok a betegeket, tanítsátok a tudatlanokat, menjetek, tegyetek jót, legyetek jók. Ő otthon marad, és azt írja a Szentírás, imádkozik, várja. És azok elkezdenek, nem írja a Szentírás, hogy hét után, vagy három nap után, vagy mikor, kezdnek kettessével, hármassával visszaszivárogni. De azt leírja a Szentírás, hogy egymás szavába vágva mondják, hogy milyen nagy dolgokat tett általuk az Isten. Újonganak. És Jézus, itt az egyetlen hely, ahol a Szentírásban azt írja, hogy Jézus örömével felújong, és elkezdi áldani, magasztalni a mennyei atyát, aki jónak látta kinyilatkoztatni, megajándékozni az apostolait az örömszerzés örömével. Tehát én is úgy gondolom, hogy a megváltás az, amikor Isten gyönyörű szép vonás, a szeretet, a jóság, az irgalom kezd felragyogni az ember arcán. És ezeket nevezzük mi szenteknek is. Tehát biztos, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Ellenben a kereszt áldozatról annyit szeretnék elmondani, ugye ott van két ikonikus személy a Szentírásban, aki a bűnéivel találkozik. Advent amúgy is a bűnbánat ideje. Júdás. Lássa, hogy nem jót tett, vagy nem jól alakultak a dolgok. De nem mer oda menni a társaihoz, nem mer oda menni Krisztushoz, bezárkozik a saját hibájával, bűnével, ami feléje kerekedik, és az életére tör, és végül ez az ember öngyilkos lesz, ugye? Ott van Mária Magdolna, aki szintén rádöbben arra, hogy nem így kellett volna csinálni. Lényegtelen, hogy miket követett ez a nő. De van benne elég alázat, vagy hogy mondjam, bizalom, hogy oda tud menni a közösséghez, mert nem csak Jézushoz néz szemközt megy oda, a többiek is ott vannak. És azt írja a Szentírás, hogy könnyeivel öntözi, hajával síra, törölgeti a Jézus lábát. És Jézus fölemeli őt, és azt mondja, sok bűnöt, bocsánatot nyert, mert nagyon szerettél. Tehát igazából a Krisztus kereszt áldozatában itt van azt hiszem a gyógyító lehetőség, hogy akarva ne zárkozzunk be a saját hibáinkkal. Ne egyedül akarjuk megoldani, hanem legyen bizalmunk, bátorságunk oda menni a társainkhoz, akár a férjethez, feleségethez. Kicsi szívem, én marék porból teremtett az Isten, még az is csoda, két lábon tudok járni. Nézd, ezt a disznóságot elkövettem. Meg tudsz-e bocsájtani? Kezdjük újra. Azt hiszem, hogy a lelkiség, az a minőség, ami a Krisztust teszi, ami az új embert teszi. Én azt hiszem, hogy ez nem volt a Krisztus előtt. A pogány ember, meg az új ember, a homo novus között a döntő különbség, az ez a lelkiség. A homo novus az lelkizősebb volt. Abban az igazi értelemben. Abban az igazi értelemben. Nem, lett egy tényleges, és őszinte, és hiteles viszonya a saját gyengeségéhez. Ez a döntő különbség a keresztény ember meg a pogány ember között. A pogány ember az erőelvében hisz, mert a világ azt jutalmazza. Jaj, a legyőzöttnek erkölcshamisítása. A homo novus az a gyengeségből, a gyengeség legvégső vállalásából feltámadó, hatalmasabb, univerzálisabb hatalomnak áldozza az életét. A gyengeség végső foka a keresztút, a gyötrelem, aminek alávetve Róma diadalmaskodik.
és a világ színe előtt a messiás, az nem is messiás, az csak egy bolond zsidó, aki minek politizált, megérdemli. A feltámadás az az, ami újra értelmezi a helyzetet. A feltámadás tükrében Róma az, ami por és hamu. És aztán Róma rá is vezette magát erre a tudásra, és lett belőle római katolicizmus. Mint egy államvallás. Róma az Rómának mindig is ez volt a taktikája. A barbárokkal is azt csinálta, hogy letelepítette a félbarbárokat, besorozta, és azokkal hívta ki a barbárok másik felét. És nagyon kevés római katona harcolt és halt meg a római légiókban, a népvándorlás korában már. Általában gótok harcoltak gótok ellen, csak a nyugati gótokat Róma letelepítette, ilyen módon romanizálta, ezáltal magát is barbarizálta természetesen, és harcoltatta a keleti gótok ellen, az osztrogótok ellen, és az egy, abban a háborúban Róma győzni tudott, úgyhogy jóformán csak a tábornokok voltak született rómaiak. Róma ugyanezt csinálta a kereszténységgel is. A fél kereszténységet letelepítette, csinált belőle római katolicizmust, és a másik fél kereszténységet meg kihívta vele. Ahogyan, pont ahogyan a barbárokkal tette, hát ez az ortodoxia. A görög katolicizmust Róma kihívta, kvázi, ez volt az első nagy egyházszakadás, ugye a szkizma, amelynek a keretében a kereszténység már többé nem volt abban olyan módon egyetemes, persze mindkettő, a pátriárka is, meg a pápa is azt állítja, hogy egyetemes, és azok megeretnekek, de valójában a kereszténységben született egy törés, mert Róma megosztotta a kereszténységet is, ahogyan megosztotta a barbárságot is. És ebben ennek a keretében, hogy a kereszténység államvallás lett, született egy kompromisszum. A evilág és a túlvilág között. Az adjátok meg, ami az Istennek, ami az Istené, és a császárnak, ami a császári állításából született meg ez a kettős könyvelés. A világi és a szakrális. Ez a külön választás. Minek nem lett volna szabad. Én azt hiszem, nem lett volna szabad. Azt hiszem, ez is az ősbűnök egyike. Hogy lett világi és lett szakrális. És a könyvek is, a könyvek feléről ki lett mondva, hogy azok profán könyvek, és a másik feléről meg ki lett mondva, hogy azok meg szent könyvek, és kanonizálva lett, és lett húzva egy önkényes vonal a profán és a szent között, de nekem az a gyanúm, hogy ez a vonal, amit húztak a profán és a szent között, ez nem hiteles. És hogy inkább szolgálta az ő hatalmukat, sem mint az igazságot. És azt gondolom, hogy a világ valamennyi könyve profán és szakrális, és az embernek a szívbe írt parancsolatra, a Krisztus szívére hallgatva, úgy mondom, hogy a lelkiismeret szava által vezetve kell szétszállaznia, szétválogatnia a profánt a szakrálistól minden könyvben, minden egyes sorban. De ha ez az ember küldetése, akkor mi végre az egyház? Az egyháznak egy ilyen világban nincs szerepe. Az egyháznak be kellett ékelnie magát az ember és az Isten közé, mint egy közvetítőnek, hogy az Istent az emberhez és az embert az Istenhez elvezesse. Ezáltal születtek meg a kánonok, és születtek meg a apokrif iratok, illetve a szent iratok. Én meg azt gondolom, hogy ami apokrif, az tele van szenttel, és ami még rosszabb hír, hogy a szent is tele van profánnal. És hogy a szétválogatás nem a zsinatok dolga, nem a zsinatok feladata. A zsinatok, amikor kisajátították ezt, az egy zsarnoki művelet volt. Ez a Szent Szellem
munkájának, műveletének, bölcsességének a feladata, mert egyedül a lelkiismeret szava által válogatható szét a profán és a szent. És én azt gondolom, hogy az elmúlt évszázadok válságai mindig abból alakultak, amikor az ember a szentet a profánnal felülfertőzte. És ezért azt gondolom igen, hogy a szentnek, meg a szentségnek annak újraértelmezésre kell szorulnia. Egy avatottabb nézőpontból, mint amilyen a zsinatoké. És én hiszem, hogy ez a lelkiség. Na, nagyon érdekes kanyarokat veszünk, úgyhogy hogy mondjam, hát elsősorban nem a mundért akarom megvédeni, hanem ugye tridenti zsinaton mondták el, hogy mik a kanonikus könyvek, és mik nem. És az volt a szempont, hogy amit olyanok írtak, akik Jézus Krisztust hitelesen, személyesen ismerték, az szentírás, újszövetségi szentírás. Például Antiochiai Szentigrácról mindenki azt mondja, hogy az volt az a kisgyerek, akit Jézus a többiek elé állított, és nagyon szép levelei vannak, 7 levél van, keresztény vértanú, meg minden, de őt nem tartsák azt szentírásnak, apokrif írások. Tehát az egyház az apokrif írásokból is nagyon sok szép dolgot tart. De hát én hiszem, hogy az akkori atyák összeültek, és a legjobb tudásuk szerint meghatározták, hogy mik a szentírás könyvei, és mik nem. Például ott van a Szent Tamásnak, állítólag van egy evangélium, apokrif könyv, nagyon szép gondolatok vannak benne. Ami valószínű, hogy Jézus mondott, hogy például hogy az ember egy hídon él, és a hídra senki nem épít házat. És akkor ebből kiindulva tényleg az egyszerűség, a szegénység, nagyon szép gondolat. Egyet is értek vele. El is tudom képzelni, Jézus mondta. De én úgy gondolom, hogy van a 4 evangélium, Szent Tamás evangéliumát más szempontból később úgy gondolták, hogy ez nem hiteles, és nem vették be a... És ez engem nem zavar. Tehát én úgy gondolom, hogy az a 4 evangéliumból annyi van, hogy azt se tudom körbejárni, nem, hogy még más irányba is menjek el. Tehát én bízok az egyházba. Tehát akkor is a Szent Szellem, mit tudom, például az első szentírás fordítást, azt egy Szent Jeromos egy életen keresztül egy barlangba élt, imádkozott, megtanult minden akkori nyelvet, nem tudom, ő fordította le latinra először. Én miért ne hinném azt, hogy azt az embert a Szent Lélek vezette a munkájába, nem? Én inkább azt látom, hogy a nagy különbség, hogy van, aki ilyen dinamikusan gondolkozik, másik meg statikusan. Statikusan gondolkozva azt jelenti, hogy te ilyen vagy, én ilyen vagyok, a romák olyanok, az arabok olyanok, mohamedánok olyanok. Tehát ez egy ilyen, és a római korban is nagyjából ez így gondolkoztak az emberek. Mai nap is, sőt, ezt ugye a genetika még alá is húzza, hogy hát kutyából nem lesz szalonna, meg nem tudom miféle. Most ezzel ellentétben Jézus Krisztus mindenkinek, nem csak az apostolainak azt mondta, neked is azt mondja, legyél tökéletes, amint a mennyei atyám. De ez egy nagyon dinamikus világnézet, hogy én olyan lehetek, mint a mennyei atyám. Na itt aztán turbozzam magamot, igaz? De pont te mondtad, ugye, hogy mennyit tudok a mennyei atyából. 100% nem jön össze, de 2-3% nekem már bejönne, de 80-70% is. Tehát, hogy egy állandó erőfeszítés. Márton Áron azt mondta, a keresztény lét nem más, mint egy állandó erőfeszítés, hogy a közömbös földről a magas eget elérjük. És én azt gondolom, ezt mindannyian valamilyen szinten ezt szeretnénk csinálni, hogy múlt felül önmagadat, hogy győzz le hibáidat. És nekem ez a És nem csak a fizikai személynek van meg ez a dinamikus gondolkodás távlat,
hanem az emberiségnek is. Tehát én azt hiszem, a 2000 év alatt rengeteget, sokat fejlődött a világ. De én meg vagyok győződve, hogy tényleg nem értük el a mennyek országát, de nagyon sok szempontból sokkal keresztényebb a 21. század embere, mint mondjam úgy a régi korok embere. Bárkivel lemernék ülni, vitatkozni, hogy nem hiába telt el ez a 2000 év. Tehát ugye most mit mondjak? Demokrácia, nem? Nagyra tartsuk, és tényleg nagy dolog. 500 millió ember egymásnak feszül, választások vannak. Az Unióban nem mindenkinek tetszik a végeredmény, de mégiscsak felállnak a bizottságok, és megy az élet tovább, és nem halt meg senki, nem? Most én nem azt mondom, hogy a mostani politikai felállás az tökéletes, vagy ilyesmi, hanem úgy tudtuk ezt eldönteni közösen, mert hogy mindenki kampányolt, kutyafejű pártól minden volt, ugye, és nem csak itt Magyarországon, hanem Romániában, és egész Unióban, és mindenki a magáit elmondta, aztán lett egy végeredmény, nem tudom miféle, és nem csörögtek tankok Európa utcáin. Milyen jó lenne, milyen jó lett volna, hogyha mondjam úgy, mit tudom én, annak idején Szíriában, Assad is, vagy Kínában, vagy máshol, tehát ezt valamilyen módon el tudnák érni. És ezt azért tudtuk elérni, mert 2000 évvel kereszténység mondja a magáit. Tehát Európában, és ez egy óriási dolog. Vagy ugye azt gondolom, hogy például a szolidaritás, hát ma is egy jótékonysági rendezvényen veszünk részt, igaz? És tény az, hogy az önök meg mások jó voltából több mint 6000 gyereket tudtunk befogadni 30 év alatt. És most én azt gondolom, hogy annak a 6000 gyerekből bármelyik bejönne ide, én örömmel tudnám köszönteni őt. Miért? Mert van szolidaritás. Na most én például Kongóban ott voltam, ha hiszik, hanem nincs egy 113 vagy akármi felhívjam, hogy most balesetem volt, hogy jöjjön a mentő, vagy bármi. Nincs ilyen. Nincs betegbiztosítás, nincs kötelező oktatás, tehát nem is kell fizetni erre adót, de nincs is 4 gyerekből 1 megy iskolába. Tehát ezek óriási dolgok, amik nálunk megvalósultak. És pont Szíriából, meg máshonnan azért jönnek ide hozzánk ezek a jó fiúk, mert nálunk itt ők elmondják, az édesanyja neki beteg, és úgy gondolja, itt meg tudnák gyógyítani. Neki is van 2 gyereke, de nem meri iskolába küldeni, mert nagyon bizonytalan ott a légkör. Itt úgy gondolja, hogy tudja küldeni gyereket iskolába. Tehát az ember ezekkel a menekültekkel leül, ilyen érveket mondanak. Aztán, hogy közben van más is, vagy más is gondolnak, a baj nem megy belé. De én beszéltem ilyen emberekkel. Tehát az azt jelenti, hogy igen, ez a 2000 éves kereszténység valamit létrehozott. Mi nem értünk el a célba, nagyon messze van még Isten országa, de szerintem jó irányba megyünk, és kár lenne ezt szétrugni. Biztassuk egymást, egy pár beszédet folytassuk. Hogyan tovább? 5-ről a 6-ra, 6-ról a 7-re, hogyan tudunk jutni? Hadd kérdezzek valamit még. Tehát két nagyon fontos kérdésem lenne, aztán meglátjuk, mennyire van időnk. De ezt mind a kettőtöktől kérdezném, hogy van egy kifejezés, amit Csaba testvér nagyon gyakran használsz, ez pedig az, hogy Isten nem teremt selejtet. És nagyon, nagyon sajnos évszázadok óta óriási a fogékonyság arra, hogy az embereket a bőrszínük, vagy a származásuk, vagy bármiük miatt selejtesnek gondolják. És erre mai napig nagyon nagy a fogékonyság. És egyrészt azt szeretném kérdezni, hogy ha megengeditek, elmesélek erről egy történetet. Ezt Csaba testvérnek már mondtam. Ugye voltunk Torockon, most a barátaimmal járok már, és az egyik srác azt mondta nekem, hogy hát ő szívesen jönne, de hát ugye ott vannak cigány gyerekek.
és hogy ő azokkal azért nem szeretne, úgyhogy nincs túl sok cigány gyerek. Mondtam, hogy hát hagyjuk már ezt a hülyeséget, gyere, kinézd meg, és meglátott, hogy most itt ne magyarkodj meg kereszténkedj, hogy ide nem jössz, akkor az egész röhelyes. És akkor eljött, és úgy szokott lenni ezeknél az otthonoknál, hogy minden gyerek úgy kiválaszt magának valakit, és ilyen nagy haverok meg barátok lesznek, és hát amilyen az élet, ezt a srácot, ezt egy nagyon helyes cigány kisfiú, Csabottisztől ismeri is, Oszkár választotta ki magának, és le se lehetett vakarni a barátomról, és már így mondtam neki, hogy te ne haragudj, itt azért vannak magyar gyerekek is, ne csak ezzel a cigány gyerekkel barátkozzál. És azt mondta rá ez a barátom, hogy Isten mindig tanít valamit. És egyszer Robit is annak idején kérdeztem erről, hogy ezek az emberek, ez a fajta gondolkodás, ez veszekedéssel, vitával nem megváltoztatható. De hogyha elmennek, és ezt megélik, és átélik, akkor viszont igen. Beszélnek, lehetek létszik mindkettennek nekünk arról, hogy Isten selejtőt nem teremt. Ez egy nagyon evolúcionista gondolat, ez a selejt, az ember mint selejt. Ez a darwini evolúció szelleméből következik, ami darwini evolúció tulajdonképpen leírta a természet működését. A biológia működik így. A jaj a legyőzöttnek elve tulajdonképpen egy nagyon korai, de mélyen darwini szellemű kijelentés. Az etika, a keresztény etika, az tagadja a biológiát, tagadja a biológia érvényét, épp az ellenkezőjét állítja. Ahogyan a biológia is eleve tagadja a fizika érvényét. Ugye a fizika az a rendszer, amiben minden a legalacsonyabb energiaszintre tör. A biológia ennek a tagadása, a biológia ennek a kifordítása tulajdonképpen egy 180 fokos fordulat. A biológiában minden a legmagasabb energiaszintre tör. Minden növekedni, burjánzani akar, minden szaporodni akar, minden egyre nagyobb és több energiát akar fölvenni, és a sajátságokat meg reprodukálni, tömegessé tenni. És erre válaszoljon az etika, a keresztény etika, amelyik azt állítja, hogy a biológia, a kifordított etika az újabb 180 fokos fordulattal tulajdonképpen visszavezet a fizikai térbe, visszavezet a legalacsonyabb energiaszinthez. A gyengeséghez fűződő, a saját gyengeségethez fűződő viszony az ez. Abban ez fejeződik ki. A jaj a legyőzőnek elve fejeződik ki. Ezért azt gondolom, hogy ez egy magasabb érvény, de nem itt a Földön. Hanem a teljes képet nézve bizony a végső nemevilági könyvelésben. Mert az alapján, amit itt a világon látunk, hát nem a legyőzőnek jaj. A tapasztalat nem ezt igazolja vissza. Marad a hit és a mély erkölcsi meggyőződés a gyengeség vállalásának magasabb érvényében. Én azon gondolkodtam, hogy mi van akkor, ahogyan a Böjte Csabát hallgattam, hogy mi van akkor, ha nem is mi választjuk az életküldetésünket. Amit mi választunk, az csak a karrierünk. És még ez a jobb eset, mert ez azt jelenti, hogy mi választjuk a karrierünket, és nem a szüleink választják nekünk, és mi a szüleink választását éljük. Mi van, ha az életküldetésünk az, ami választ minket, és a mi lényünk erre a flow érzetével felel? Valami olyan érzéssel, hogy most vagyok a helyemen, most csinálom azt, amit akarok csinálni, és azáltal érzem azt, hogy nem gondolkodom ilyesmin, hogy kívül kerülök az időn, a téren, kicsit a saját testemen is, és a cselekvésben úgy föloldódom, hogy tulajdonképpen a lényem
oszlik. Mintha feloldódna. Mi van, hogyha ez a flow, az útjelző, ami életküldetésünkhöz, és mi van, hogyha ez az a fajta isteni kegyelem, ami kiválaszt minket? Amit nem mi választunk, még kevésbé a szüleink. Mi van, ha ez a különbség a hobbi és a szenvedély között? A hobbi az az, amit én választok önmagamnak, azért, hogy azzal a szabadidőmet, ezúttal nem a karrieremről van szó, hanem a szabadidőmről, hogy a szabadidőmet eltöltsem. És mi van, ha a szenvedély az valami más? Bár mind a kettőt passziónak hívjuk, vagy passziónak, úgy talán már mást jelent. Mi van, ha a szenvedély választ minket, és nem arra, hogy mi az időnket eltöltsük valamivel, hanem hogy ő töltse ki mi velünk azt a létkeretet, amit kaptunk, de ami nincs igazán ránk bízva, mert mi csak eltékozolnánk. Mi csak karrierre, meg hobbira fordítanánk, és nem válna belőle szenvedély. Mi van akkor, hogyha ez a szenvedély az, ami az életnek tényleges értelmet, és érdemet ad. Úgy mondom, érdemes az életre, vagy az élethez. Nem az a feladat valójában, hogy ebből az életküldetésből, ami kiválaszt minket, ebből szolgálat váljon? Hogy ebből váljon a szolgálat? Mert az ember egyedül ebben a szolgálatban bírja megváltani a maga szenvedését. Ami egylényegű a szenvedéllyel. Mert a szenvedés nem azt jelenti, hogy feltétlenül szenvedek, hanem hogy feltétlenül és mindent elszenvedek. Ez nem a cselekvő mód, hanem ez a szenvedő mód, amiben az élet döntő ügyeiben nem én hozom a döntést, hanem a döntés hoz engem, mint egy ráklelet, vagy mint a gyász, amiben az ember tehetetlen, mint a keresztút, amiben a Krisztus nem a saját sorsát éli, hanem a sors éli a Krisztust. A Krisztus alávetettségében. És ebben az alávetettségben válik velünk egyé, mert mi mindannyian a keresztúton vagyunk, mert a keresztút metafora is, ami mindannyiunk életének a metaforája, amiben nem cselekvők vagyunk. Nem úgy járjuk a stációkat, ahogy mi óhajtjuk, hanem ahogy Róma. De a végső stáció nem is a kereszthalál, hanem a sziklasír, és az abból való feltámadás már Róma ellenében történik. Már az etika kihívja a biológiát, a gyengeség kihívja az erőt, még oly nagy erőt, mint Róma. A megváltás ebből származik, vagy semmiből, hogy ennek a azt találjuk meg, ami a Krisztusnak a keresztút, és ami a Krisztusnak az önfeláldozás, az a mi magunk küldetése, és nem mi vezetjük rá magunkat az útra, hanem az út választ minket, és az én vesztés a jelzőfény, amerre követnünk kell a megváltás útját. Egészen addig a végső pontig, ami kiválaszt minket. Ez nem cselekvés, és nem is tudjuk, hogy végződik a dolog, de ezáltal válunk benne örökké valóvá, amikor lerakjuk a magunk élettervét, és azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. Anna Mária, szeretne valamit? Csabatesének ez a mondata, hogy Isten nem teremt selejtet, ezt tisztán tudom állítani, hogy jó magam és nagyon sok társam életét megváltoztatta. Ugyanis képzeljük el, hogy jön egy gyerek, nehéz társadalmi helyzetből, szülei alkoholisták, nem kérenek a szüleiknek, nehéz helyzetből bekerül a közösségbe, és folyamatosan őrlődik azon, hogy miért nem voltam jó ebben, miért nem voltam jó abban, és mindig az a kérdés van,
köztük bennem is, hogy miért nem kellettem a szüleimnek. Nem voltam jó, nem viselkedtem jól, valamit otthon tettem. Miért nem voltam én méltó arra, hogy nekem is olyan családom legyen, mint a többi gyereknek, akivel én is iskolába jártam, a társaim is. Miért nem voltam én méltó arra, nem voltam elég jó talán? Ezt a kérdést én éveken keresztül feltettem. És Csaba testvér, az a mondata, hogy én nem vagyok Istennek se lehetje, elhitette velem azt, hogy én most miért ne ülhetek itt? Miért nem beszélhetek én is önökkel? Miért nem lehetek pont olyan értékű lánya, mondjuk én Csaba testvérnek, mint te az apukádnak? Miért vagyok? Én nem vagyok azzal kevesebb, mert mondjuk ő nevelt fel, és... Ha érted. Nem tudok én ilyen nagy dolgokat mondani, tehát gyakorlatilag felit nem értettem annak, amit mondtál. Nem végeztem egyetemet, tehát nem vagyok ennyire profi, nagyon kellett koncentráljak, de én ezt a választ tudom mondani, ne haragudj. Úgy van, hogy jó 20 évvel ezelőtt jött egy paptársam, és hozott egy 5. gyereket, és azt mondja, hogy hát egy dolgot kér, hogy ne engedjem haza a faluba, odahaza a faluba meglincselik. Mert ennek a fiúnak ugye pásztorok voltak a szülei, azok egész kora tavasszal elmentek az állatokkal, ősszel, hát novemberben jöttek haza, és nem volt, aki leüljön a gyerekkel tanulni. Egy-négy osztályban még volt, ahogy volt, de 5. jöttek a tanárok, ott is igények vannak, hol a házi feladat, tehát mi nem tanultál, az apád laskáját. Tehát, na, most egy gyerek, ahol kudarc élményei vannak, hát onnan... Én is onnan próbálok eltűnni, nem? Na most akkor a gyerek, hogyha eltűnik, ahonnan neki kudarca van, azt úgy mondják, hogy lóg. A szemed világa, hát nem elég, hogy nem tanulsz, még lógsz is. Na, behívják az apját. Na hát az apja a hegyekből bejön, hogy baj van a gyerekkel, meghallgatja, jól összeszidják. Hát elé veszi a nadrágszíjás, az apád laskáját, hát hazáig neveli a gyereket. Na hát. Egy épp egészséges fiú, egy gyermek, hát na, ezt egyszer-kétszer elkövetik vele, utána hálából kiszúrja az osztályfőnöknek, a kocsijának, a kerekének a gumiát. Na, vagy véletlenül le is égett a garázs is, meg nem tudom miféle, hát most ki csinálta, ki nem, hát én ebben nem vagyok én Sherlock Holmes, hogy kiderítsem, de tény az, hogy a fiút elhozzák hozzánk. Most ez egy ilyen bezárt, kemény, hogy mondjam, legény, tehát mint egy sündisznyó, akármerről közeled szúrsz. Na hát akkor mit lehet ilyenkor csinálni? Most na gyere, Pali, menjünk, egyet sétáljunk. Na, megkóstoljuk ezt a fajlaltot. Az ember leül, beszélget, idő kell, míg feloldódik. Nem tudom. De ez a fiú, hál' Istennek, leérettségezett nálunk eredményesen. Azt is elmondhatom, hogy hát a környék, ott a Gyergyői, tehát ő kölyök korában mindig mondta, hogy ha megnő, akkor lovai lesznek. És akkor érettségi után mondta, hogy egy valaki megunta a lovait, bezárta a panzióját, vagy 3 vagy 4 lovat nekünk akar adni. Nem szalámit csinálni, hanem nekünk adja. Jó, és hát akkor Pali se apja, se anyja, tehát oda költözött, 3 lóval egy istállóba, építettünk mellé egy kicsi házat, el kell jönni Gyergyó Szeárhegyre. Egy egész intézményhálózat lett belőle, most már 100 hektáron gazdálkodnak. Kollégám gyermekvédelmi otthont vezet, ugyanúgy, mint ahogy Anna Mária vezeti, és egy büszke családapa, 2 gyerekkel, minden. És mi ennek a titka? A gyerek olyannak látja milyen magát, amilyennek az én szemem tükre mutatja. Tehát ő a szememben néz, és azt látja, hogy te egy selejt vagy, azzá is válik. De azt látja az én szemem tükrében, hogy mindjárt beléd harapok, mert olyan aranyos, nagyszerű gyerek vagy, te Isten csodája vagy, meg minden, és ezt miért nem merném mondani? A gyerek elhiszi nekem. De ezzel mindannyian így vagyunk, hogy
múltkor jött az egyik nagylányunk haza a városból, és mondom neki, gratulálok, szóval mi ez? Hát mondom, látom, hogy szerelmes vagy. Na, papbácsi mindig ugrat, mit lát? Hát mondom, nem éri a lábod a földet. És a Mafra Leánka lenézett, hogy tényleg úgy van-e. Miért? Egy pattanásos legény, ő még ilyen szépet nem látott. És ez a lány ettől kivirágzik, megszépül, és egy postáról lehet látni, hogy szerelmes, nem igaz? Most én azt gondolom, hogy akkor nem leszünk selejtek, ha egymásból ki tudjuk szeretni a jót. Tehát itt is megint az a dinamikus mozgalom, tehát az a gyerek úgy, ahogy volt, hát ugye az egész falu meg akarták lincselni. És mire leérettségizett, megnősült és minden, én hallottam a helybeli plébánost, aki elhozta, kiállt és elmondta, hogy ez a gyerek legrosszabb volt a faluból, legrosszabb tanuló, de ő leérettségizett, van két szép gyereke, felesége, állása. És hát az osztálytársainak mondta, ti ezt nem tudtátok megcsinálni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy egymásból ne a rosszat, hanem a lehető legjobbat hozzuk ki. És azt gondolom, hogy nem csak a fizikai személyek, hanem a népek is. És ezért olyan fájdalmas, ugye, hogy most az oroszok az ukránokból, és az ukránok az oroszokból, és mindenki mindenkiből, hát valahol az állatot hozza ki. És nekem a legnagyobb problémám az, hogy hogy lehetne ezt megváltoztatni, hogy nem egy lefelő menő, na, örvénybe kerüljön bele a férjed, a szomszédod, a főnököd, hanem egymást, hogy felemeljük, hogy egy ilyen fölemelkedő légőrvényt hozzunk létre a másik számára. Hatalmas kihívás, de érdemes ezen elgondolkozni. Sajnos be kell fejezzük nem sokára. Nekem van egy záró kérdésem, de ígértük, hogy nektek is lesz lehetőséget kérdezni, hogyha van valakinek bátorsága és kérdése, akkor nyugodtan fölteheti. Ja, nincs, jó. Senkinek? Senkinek? Biztos? Jó. Balázs, nem? nekem viszont van egy záró kérdésem mind a hármatokhoz. A Csaba testvér azt mondtad a egyik interjúdban, hogy a világ tele van problémákkal, és hogy három dolgot tehetünk, hogy elmegyünk egy elefántcsontoronyba, és ott nem veszünk róla tudomást, ez az egyik. A másik, hogy azt mondjuk, hogy ezek nem problémák, és minden jó úgy, ahogy van. És a harmadik, és te ezt választottad, és azért szeretném mind a hármatoktól ezt kérdezni, mert mind a hárman ezt választottátok, úgy fogalmaztál, hogy elkezdünk takarítani. Emlékszel erre, hogy így mondtam? Igen. És ti mind a hárman takarítotok, tehát mind a hárman azt csináljátok, hogy van egy utatok, vannak eszközeitek, vannak céljaitok, és egyrészt azt szeretném kérdezni mind a hármatoktól, hogy ti ezt hogyan fogalmaznátok meg, hogy hogyan takarítotok ti, és hogy mit tudtok nekünk, ilyen egyszerűbb embereknek tanácsolni, hogy mi hogyan takarítsunk, mi hogyan találhatjuk meg így a helyünket, vagy a dolgunkat a világban. Ki az elsőség. Most, ha én el kell gondolkozzak, és válaszoljak erre a kérdésre, akkor nekem a lelki takarítás jut eszembe. Én onnan tudok kiindulni, hogy jól vagyok, és jól tudom végezni a munkámat, hogyha jól vagyok lelkileg. Nekem ahhoz, hogy elkezdek takarítani, ott kezdődött el, amikor férhez mentem, és anyává váltam, én úgy gondolom, hogy akkor érkeztem meg teljesen ide, mint nőtt. És akkor úgy lezártam magamba azt, hogy igen, volt, ami volt a múltamban, lehet, ha nem kellettem, mint a szüleimnek úgy, ahogy kellettem, de ez az én utam, ide kerültem, ahova kerültem, ez volt szerintem a legjobb dolog az életbe, kitakarítottam a lelkemet, teljes mértékben elfogadtam a helyzetemet, én úgy gondolom, akkor tudtam kinyílni, és az, hogy a Csaba testvér ennyire tudott hinni bennem, én azt éreztem, hogy nincsen olyan akadály, amin nem tudnék átlépni. Olyan hitet kaptam, azáltal, hogy ő hitt bennem, én hittem magamban, ezáltal lett hitem, és itt tudok mai napig is hinni.
Hát én azt hiszem, hogy az ember a maga szolgálatával teszi értelmessé a saját szenvedését. Ez konkrétan azt jelenti, hogy amennyiben az ember nem érzi hasznosnak magát, a felettesénje széjjel bünteti szorongással. Tehát az ember, és azt hiszem, hogy ez a felettesén, amelyik a szorongással büntet, amelyik a neurózist okozza, ez méri meg az embernek úgy az értékvilágának a tükrében az embernek a tetteit. És én azt hiszem, hogy nincsen olyan elefánt csontorony, ahova el lehetne vonulni. Mert az a káosz, vagy az a mocsok, amit az ember hagy, amikor fölmegy az elefánt csontoronyba, és kitakarítja az elefánt csontornyot, az elefánt csontorony az ragyog, és az berendezi maga körül azt a kis mikrokozmoszt, ami most képzeljük azt, hogy ez a világ, és ez, akkor most rend van, de a világ rendetlensége az a káosz, az a mocsok, amit az ember hátrahagy, az utána jön. Utána jön az elefánt csontoronyba. Betör. És magához csatolja az elefánt csontornyot, és őt meg az életét. Ez egy nagyon fontos tanulság. Nincs hova elvonulni ezelől. Az ember berendezhet egy modellezett kis teret, ahol rendet rak. A külső rendetlenség az entrópia erejével utána jön a rejtekére. És akkor már késő lesz. Akkor már ő lesz a rendetlenség, meg a kis elefánt csontornya fog úgy funkcionálni, mert a nagyobb káosz egyszerűen csak ráömlik és elfoglalja. Ezért úgy gondolom, hogy az embernek ebben a rendrakásban, ebben expanzívnak kell lennie. Ha máshogy nem, megy, a szenvedését kell megváltania ezáltal, és mintegy a szolgálatban értelmessé tegye a szenvedését, és ezáltal kiegyensúlyozza önmagát. Valami által, ami fontosabb, ami nagyobb érvényű, mint ő maga. Valami érvényesebbet, valamit, amiben meg tudja váltani a létének azért a nagyobb, magasabb értelmét, mert az ember, és hát ez a jelenkornak az egyik ilyen nagy sötét tanulsága, hogy az embernek több kell a saját kényelménél ahhoz, hogy boldog legyen. Az embernek több kell a saját komfortjánál, jó közérzeténél, homeosztázisánál ahhoz, hogy boldog legyen. Valami nagyobb, valami hatalmasabb, összefüggőbb, jót vagy érvényt kell találnia, és annak a szolgálatába kell állnia. Hogy ebben a szolgálatban tudja az ember ténylegesen a lelki békéjét megváltani. És aki a lelki békére törekszik, az elnyeri a lelki békétlenséget és a neurózis poklát. Aki viszont a nagyobb érvény szolgálatára törekszik, jó esetben elnyeri akár percekre, akár fél órára, jó esetben meg akár egy életre a lelki békét. De lehet, hogy ezt a lelki békét napról napra kell megharcolnia önmagának egy magasabb érvény szolgálatával. Lehet, hogy ezt nem lehet megspórolni, és ha máshogy nem, legalább az ember a saját lelki békéje érdekében választ egy nagyobb célt, mint a saját élete kényelme, mint a saját jussa. És ezáltal egy magasabb kozmikus rangot él el, mint ami az egzisztenciájából, mint ami a fogyasztói kosarából, mint ami a saját személyes kis szokásaiból, rutinjaiból, meg rituáléiból következik. Én legalábbis szeretném hinni azt, hogy ennek a magasabb érvénynek a szolgálata az embert önmaga fölé emelheti. De erre szokta Csaba testvér azt mondani, hogy a világon a legjobb dolog jónak lenni. Tehát, hogyha... De akkor... Ha, még Anna-Mari is szeretne valamit mondani. Én Robert úrtól szeretnék egy kérdést neki feltenni. De nagyon szépen nagyon jó gondolataid vannak, de nem értem. Nagyon szépen megkérlek, nekem most ezt redukáld le, és egyszerűsítsd le. Én most felteszek egy egyszerű kérdést. Elégedett vagy az életeddel? Boldog vagy? Nem.
Nem. Úgy érzem, magam, mint aki fuldoklik, de legalább kapálózom és még élek. Nem nyeltem vizet, nem tüdőztem vizet. Kell tudni örülni a kis dolgoknak. Boldogság? Hát... Lehet, hogy az a vonat már elment, és én megteltem azt, hogy az életemet eltöltöm a vasútállomáson, hogy várjam a következő szerelvényt. Hát én meg elindultam gyalog. Egyszer majd odaérek, vagy hogyha nem, hát addig jutottam. Nem. Bárcsak mondhatnám, hogy boldog vagyok, és elégedett a saját életemmel és sorsommal. Távolabb nem is lennék az igazságtól. De lehet, hogy nem ez a, lehet, hogy ennél fontosabb dolgok is vannak, mint az, hogy én boldog és elégedett legyek. Hát én csak erre azt tudom mondani, hogy ha én minden nap boldogtalanul és elégedetlenül kéne felkeljek, akkor nagyon szomorú napjaim lennének. Úgyhogy szeretnélek meghívni, hogy gyere el hozzánk! Tölts egy kis időt a gyerekekkel, nézd meg az élet másik oldalát, és hiszem, hogy megtalálod a boldogságot. Én azt hiszem, hogy az egész világot nem tudjuk megváltani. Sőt, se időben, se térben, se sehogy. De pillanatnyi kis mennyországokat tudunk létrehozni, buborékokat. Egyik kislányunk, emlékszem, ült a földön, és nagyon szomorú volt. Persze nem mentem oda megkérdezni, miért vagy szomorú, mert vakációval anyukája nem jött utána, fel se hívta. Most én azt mondom, miért vagy szomorú, az csak föltépem az ő sebét. Oda megyek hozzá, na és hát persze ő... Egyből felkelt, mondta, hogy hát anyukám, miért nem hív fel? De mondom, te milyen borzos vagy. Szóval nem is vagyok borzos. Mondom, dehogy nem. Jól összeborzott. Az orrán egyet csavartam, elkezdett vigyorogni, felkaptam, háromszor feldobtam, kifogtam, kacagtott, átölelte nyakamot. Nem tudtam megoldani a problémáját. Most mit mondjak, anyukád azért nem hívott fel, mert nem vagy te fontos neki, vagy mit tudom én. Ezt nem mondhatom én neki. De végül is nekem az a dolgom, hogy azon a kis gödrön, amiben ő úgy ellehetetlenedett, azon keresztül döccsentsem. És egy kicsit kacagunk, jókedvűek vagyunk, és megy az élet tovább. Persze megint lesznek gödrök. De valahol én azt hiszem, hogy újból és újból ezt kell csináljuk, hogy biztassuk egymást, meg tudod oldani, állj neki. És ebben én úgy érzem, a humor nagyon fontos. Tehát a mai világból úgy kezdett kiveszni a kabaré is, ami van sokszor a televízióban, az inkább olyan adok-kapok, olyan sokszor övön aluli, meg mindenféle dolog, de az igazi jó ízű poénok, vagy mit tudom én, mintha hiányoznának. Na hát, legyen a végszó egy vicc akkor, ha már idáig jutottunk, hogy hát nagyon, hogy mondjam, Szent Péter bemegy a mennyek országába Jézus elé, és lecsapja a kulcsot, és mester, beadtam a felmondást, ennyi volt, aki akarja, csinálja ezt, nem bírom cérnával, nem tudom miféles. Hát, fiam, hát mégis évszázadok óta ezt csinált. Hát, mi a gond? Hát, mitől rágtál be? Hát azt mondja, hogy nem akar ő erről beszélni, családi dolgokba belevagyunk, ugyanvalóst, jobb, hogyha ő elmegy. Hát, de mondd el, mégis mi a gond? Hát azt mondja, tudod, hogy úgy van, hogy én ülök az ajtóban, nézem a törvényeket, a szabályokat, az előírásokat, a regulát, meg mindent. Hát nem odavaló, nem engedem be, csinálom a dolgomat, és hátul anyád az ablakon mindenkit beenged. Na, így nem lehet dolgozni. De én azt hiszem, hogy tényleg rengeteg törvény van, de mégiscsak kell legyen egy ilyen hátsó kis ablak. Férjed, feleséged egymás számára, amit úgy hívnak, hogy irgalom és szeretet. Köszönöm, hogy meghallgattak.